Sziasztok! Üdvözlöm a Nyugat YouTube csatornájának nézőit, üdvözlöm a Nyugat Podcast csatornának a hallgatóit. Közel egy órán keresztül beszélgetni fogunk most Hámori Lucával. Szia, Luca! Szia, és üdvözlök mindenkit itt a YouTube csatorna előtt, illetve az internet előtt, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Mi gondolkodtunk rajta, hogy a Párizsi olimpiai kapcsán kivel és miről kellene beszélgetnünk, és egyértelmű volt, Luca, hogy téged kell meghívnunk vendégként. Egyrészt, mert szép eredményt értél el a Párizsi olimpián, másrészt pedig, mert a neved annyiszor és olyan módon felmerült a hazai és a külföldi médiába is az olimpia kapcsán, hogy azt gondoltuk, hogy jó néhány dolgot tisztázni kellene veled. És itt szinte utolsó alkalomként, mielőtt elmennél nyaralni, mert ugye ma vagy még utoljára Szombathelyen, és aztán közel 3 hétre. Így van, elutazunk nyaralni a párommal külföldre. Lehet tudni, hogy hova? Spanyolországba. És kipihened az olimpia fáradalmait. Így van. És ha már a párod szóba jött, ő is szakmabeli, tehát sportoló? Így van, ő is szintén boxoló, mint én, tehát hogy nem meglepetés, hogy igazából edzőtáborokban ismerkedtünk meg. Évek óta barátok voltunk, tényleg ismertük egymást, viszont ez tavaly átalakult egy kicsit többé, mint barátság. És lett belőle szerelem. Így van. Akkor mutassuk be egy kicsit Hámori Lucát, a kőszegi lányt. Tehát te Kőszegen születtél, 23 éves vagy, és tulajdonképpen az életed nagy részét ebben a kisvárosban töltötted, amit azért nagyon jól ismernek a magyarok, mert hát Kőszeg, mint milyen szép romantikus város, de nem arról ismernek, hogy itt van egy boxiskola, amiből neves boxolók is jöttek ki, vagy neves boxolók is nevelődtek fel. Tehát, hogy milyen is volt a te életed ebbe a kis kőszegi kisvárosba, és hogy kerültél a box felé? Valóban, ugye Szombathelyen születtem, és kiskor, vagy hát születésemtől kezdve Kőszegen nevelkedtem. Az, hogy a box nekem az hogyan jött, igazából ez egy vicces dolog, hiszen nekünk édesapánk birkózó, ugye van egy testvérem, és nekünk édesapánk birkózó, aki próbálta egyébként ezt a birkózó vonalat továbbvinni, és a bátyám elkezdett birkózni, én is még 5-6 évesen bejártam vele edzésekre, és én is kipróbáltam magamat. Viszont valahogy a testvéremnek jött az ökölvívás, először titokban, hogy apukánk nehogy esetleg erre mérges legyen, vagy rosszul essen neki. Viszont ahogy ez kiderült, hogy a bátyám igencsak tehetséges az ökölvívásban is, természetesen ez már a családban is kitudódott, és én akkor még csak ilyen 8-9 éves voltam, próbáltam ezt így kizárni, hogy jó, hát akkor én is elengedem ezt a birkózás dolgot, illetve a boxot nem nagyon szerettük volna, hiszen mégsem csak egy női sportág, viszont engem érdekelt az, hogy a testvérem hova tűnik el minden egyes nap délután, mit csinálott, volt, hogy mentünk versenyére, és nekem tetszett, úgyhogy egyszer úgy gondoltam, hogy jó, én elmegyek, és megnézem, hogy ő mégis hova megy, és mit csinál. Természetesen anyáik mondták, hogy hát jó, elmehetsz, megnézheted, tudták, hogy nagyon sok energiám volt már kicsinek is, és valahol le kellett ezt vezetni, úgyhogy igazából még ők is azt mondták, hogy jó ötlet, de csak hobbi szinten. És én is így gondoltam akkor 10 évesen, hogy ez csak egy hobbi lesz számomra, vagy valami új, amit kipróbálok. Viszont ahogy én szerintem beléptem az edzőterembe, nekem ez ott eldőlt, hogy ez lesz majd mi a jövő. Mi tetszett meg? Egyébként akkor 10 évesen szerintem az, hogy volt valami újdonság, nagyon sok gyerek volt ott volt a bátyám, aki nekem kiskoromtól kezdve a példaképem, és talán az, hogy az ő nyomdokaiba akartam szerintem érni, és hogyha ő ezt csinálja, akkor én is ezt fogom. Ahogy ő elkezdett birkózni, én elkezdtem birkózni, szóval szerintem ez egyébként neki köszönhető, és igazából már ott az elején az edzők is felfigyeltek rám, illetve nekem is tényleg tetszett ez a sportág, és ahogy teltek a hónapok, teltek az évek, jöttek kisebb kis élmények, akár egy edzőkesztyűzés, vagy egy közös edzés másokkal az országból, ez nekem valahogy így megtetszett nagyon, és mivel az edzők is azt látták, hogy van hozzá érzékem, mint akár csak a bátyámnak, így ők is úgy döntöttek, hogy jó, akkor kezdjek el versenyezni.
itt ezt otthon nem volt könnyű azért beadagolni, hogy én szeretnék versenyezni, de ők is igazából látták azt, hogy van hozzá tehetségem, és hogy tényleg sikeres vagyok benne, úgyhogy az elejétől kezdve igazából támogattak, amikor én már eldöntöttem, hogy ezt szeretném. Szóval neked, hogy mit fogsz sportolni, az kb. Eldőlt azzal, hogy rendelkeztél egy birkózó édesapával, és egy birkózó majd boxoló báttyal, tehát akkor neked is a férfias sport jutott. Így van. És azt mondtad, hogy nehezen indultál neki, mert a női box az olyan furcsa, és nem elfogadott. Hogy látod egyébként, hogy változott ez? Most is így van ez még? És ha így van, miért nem elfogadott? Mik a legnagyobb tévhitek, vagy mik azok a legnagyobb vádak, amik érnek téged azzal kapcsolatban, hogy te boxolsz? Nem is azt mondanám, hogy nem elfogadott, mert szerintem ez egy rossz kifejezés ehhez, viszont nem olyan népszerű akár, mint a férfi ökölvívás, és egyébként tehát maga az ökölvívás Magyarországon nem a leghíresebb, nem a legnépszerűbb sportág. Pedig volt időszak, amikor nagyon. Igen, de az utóbbi időben nem tudom, erre pontosan nem tudom a válasz, hogy miért, de sajnos már nem olyan népszerű, bízom benne azért, hogy ez majd javulni fog újra, és visszakerülünk az élvonalba. Viszont az, hogy a női ökölvívás, az tényleg nem túl népszerű. Valószínű alapból azért, mert hogy ez egy férfi sportág, és hogy akkor miért kell ezt a nőknek csinálni. Viszont hála Istennek az utóbbi időben, szerintem az utóbbi években elmondhatom, hogy a női ökölvívás majdnem, hogy sikeresebb volt, mint a férfi ökölvívás, vagy akár megnézzünk egy világversenyt, volt olyan, hogy több érmet tudtunk hazahozni nők, mint a férfiak, és talán ez is azt bizonyítja, hogy oké, hogy férfi sportág, viszont nőként ugyanolyan eredményesek tudunk lenni akár egy férfi sportágban is, mint a férfiak, és egyébként talán ez az egyik dolog, ami engem kiskoromtól kezdve hajt, hiszen tényleg nagyon sokszor kaptuk meg, hogy de lány vagy, akkor miért boxolsz? A nőknek ez nem való, a szép arcom a elcsúnyul, vagy bármi történik, és egyébként ez benne van, tehát hogy nyilván minden sportág veszélyes, az ökölvívásban természetesen az arcunk sérül, vagy a fejünk, vagy bármi. Én ezzel soha nem foglalkoztam. Ha aki ezt a sportágat űzi, az tudja, hogyha bemegy a ringbe, akkor ilyenekkel nem szabad, és nem is tud foglalkozni, hiszen neki egy a dolga, hogy oda bemenjen és nyerjen. És igazából ezt leszámítva még jönnek olyan tévhitek, hogy ettől akkor egy nő agresszív lesz, az, hogy fiús vagyok, vagy fiúsak a lányok, akik boxolnak, és egyébként én nem vagyok az a nagyon csajos lány, tehát én... Ez, pedig ha az ember rád néz, akkor azt mondja, ez egy csajos lány. Pólóba nagyon jó kis farmer miniszoknyába, az arcod... nagyon lányos, csajos arcod van, tehát meg nem mondaná rólad senki így kívülről, hogy te egy boxoló lány vagy. A tetoválások is azok most már olyan természetes dolgok a világban, hogy semmi extra nincs rajta. Tehát nem tudom, mennyivel lehetne csajosabb lánynak lenned, esetleg teljes minkbe és tűsarkú cipőbe járnod, ha erre gondolsz. Egyébként erre gondoltam, meg azért pár évvel ezelőtt nem voltam ennyire csajos, nem adtam arra, hogy csajosabb legyek talán, hogyha ezt így szabad mondani. Most kompenzálsz? Nem, egyébként, tehát hogy ezt nem azért csinálom, mert én kifelé azt akarom mutatni, hogy milyen csajos vagyok. Én mindig is azt olyan dolgot csináltam, ami nekem jó volt, amit én tartottam fontosnak, és ami, ahogy én jól éreztem magamat, tehát soha nem akartam megfelelni senkinek. Nyilván idősödtem, azért én is érettebb lettem, és azért a felnőtté válás megváltoztatja valamilyen szinten az embert, de azt gondolom, hogy a saját önmagamat soha nem hagytam, és ez a... Tehát, hogy nem mondom, hogy fiús vagyok, és az a nagyon csajos se, szerintem ezt a középutat így megtaláltam. Nagyon sok fiú barátom van, tehát, hogy én a fiúkkal is megtalálom a közös hangot, de talán ez azért is lehet, hiszen kiskoromtól kezdve fiúkkal vagyok körülvéve, hiszen mégiscsak egy férfi sportág, de attól függetlenül én is nem szoktam sokszor magas sarkút felvenni, de hogyha felveszem, én abban is jól érzem magamat, és szeretem egyébként. Szeretek csajosan öltözni, de szeretek ugyanúgy sportosan is. Tehát, hogy nekem azért a napjaim, vagy mondjuk egy átlagos napom inkább egy melegítőről szól, vagy egy kényelmes ruháról, mint hogy egy kis szűk ruháról és magas sarkúról, de attól függetlenül most, hogy én egy férfi sportágat űzök, nem feltétlenül jelenti az, hogy én most fiús leszek,
A másik az, hogy nem vagyok agresszív. Tehát, hogy nyilván az a ringben agresszívnak kell lenni, és azért megyünk oda, hogy megverjük a másikat, viszont ez talán az ökölvívás szépsége, hiszen erről szól az egész. Viszont ahogy én kijövök a ringből, én soha senkit nem akarnék bántani, soha nem bántottam senkit, soha nem ütöttem meg senkit, és ez mindig így lesz, azt gondolom. Térjünk vissza, két kérdés is most felmerült bennem. Az egyik azt mondott, hogy természetes, hogy az ember arca, teste ki van téve sérülés veszélynek. Voltak-e neked olyan sérüléseid, ami komolyabbak voltak, és valóban gondot jelentett belőlük kijönni, vagy féltetted az arcodat, vagy féltetted a testedet, hogy nem fog helyre jönni? Az arcomon hála Istennek nem volt még olyan nagy sérülésem, hogy esetleg az nyomot hagyott volna, hála Istennek az orrom még egyenes. Mi a leggyakoribb, ami történik az emberrel? Monokli, tehát hogy egy kicsit lila lesz a szem alatt, vagy a szem fölött, orvérzés, vagy ilyesmi. Az orrtörés is benne van, de az azért nem olyan gyakori, mint akár egy kisebb monokli. Nekem talán a legnagyobb sérülésem az arcomon az egy arccsontrepedés volt. Akkor tényleg nagyon csúnyán néztem ki, tehát ekkor erre egy fel volt dagadva, a szemem kék-zöld volt, tehát nagyon csúnyán néztem ki, de egyébként én nekem, ha van egy kisebb monokli, vagy egy lila folt, vagy bármilyen, az büszkén viselem, hiszen ez is azt tükrözi, hogy én egy ökölvívó vagyok. Ez a csatában szerzett. Igen. És igazából azon kívül, hál' Isten, az arcomon, tehát az orrom egyenes, nem történt, le is kopogom gyorsan, tehát hogy nem történt még semmi probléma, viszont azt azért tudni kell, hogy az élsport kihatása van az ember testére. Én 13 éves sportolok, évek óta napi kettőt edzek folyamatosan, és sajnos nekem a bal vállamat már háromszor is meg kellett műteni. Ez egy visszatérő sérülés, azt gondolom, hiszen amikor egy olyan ember, aki nem sportol, és tegyük fel, megműtik a vállát, és azt mondják, hogy fél év pihenő, akkor ő azt fél évig betartja, viszont én ezt fél évig nem engedhettem meg magamnak, hogy fél évig ne csináljak semmit. Természetesen a szigorú orvosi protokollt betartjuk pont azért, hogy a későbbiekben esetleg ne legyen még több sérülés, viszont amikor már azt éreztem, és az orvos is megengedte, hogy szép lassan el lehet kezdeni edzeni, akkor én azt el is kezdtem, és azt gondolom, hogy megpróbáltam mindig hamarabb túl lenni ezen a gyógyulási időszakon, mint kellett volna. Mi a baj a vállattal? Legelőször 2019-ben műtötték, akkor a rotátor köpenyem szakadt le, illetve ott nagyjából minden, ami volt a vállamban. Akkor egy ütés következtében? Nem tudták megmondani az orvosok sem egyébként, illetve én sem. Valószínű volt egy kisebb sérülés valamikor, amivel nem lett foglalkozva pont azért, mert hogy nem lehet pihenni, és edzeni kell tovább, és mivel folyamatosan még rásérültem, illetve történtek a kisebb sérülések, az azt gondolom, hogy egyszer elfáradt a vállam, és akkor azt mondta, hogy akkor innentől nincs tovább, és akkor ezt megműtötték. Rá egy évre sajnos szint még mindig panaszos volt, és pontosan, tehát márciusban megműtöttek, és rá egy évre márciusban újra kellett műteni. Akkor megint volt benne egy szakadás, illetve a csavarok, amiket betettek, nem is volt teljesen jó helyen. És akkor azt 2020-ban újra megműtötték, akkor 3-4 évig panaszmentes volt a vállam, szóval azt gondoltam, hogy meggyógyult. Soha nem volt olyan, mint előtte, tehát hogy ez tény, és mindig figyelnem kellett rá, gyógytorna plusz nyújtása a balvállamra. Viszont tavaly az Európa játékokon, amikor sikerült a kvóta, akkor utána én azt éreztem, hogy valami baj van megint a vállammal, mert ugyanazt éreztem, amit évekkel ezelőtt. Én elmentem orvoshoz, akkor azt mondták, hogy nincs semmi baj, elfáradt egy kicsit a váll, de pihentetni kell 2-3 hetet, és majd jobb lesz. És akkor így örültem neki egyébként, hogy jó, nincsen nagy baj, nem kell műteni, nem kell csinálni semmit, nem kell hónapokra leállni. És utána volt megint egy versenyünk, ahol megint azt éreztem, hogy nem jó vállam, egy mérkőzésem volt, ahol sajnos kikaptam, viszont nem is tudtam volna tovább boxolni, mert tényleg annyira fájt a vállam. Akkor elmentem megint egy másik orvoshoz, és akkor ott kiderült, hogy sajnos megint műteni kell a vállamat, ha továbbiakban is boxolni szeretnék. És most jelenleg a te vállatban csavarokkal létezel? Igen, egy csavar van most már. Az elején 3 volt, most már csak egy van benne, ami valószínű örökre a társam marad.
Ilyenkor, amikor tudják a te ellenfeleid, hogy a te vállad műtve van, az érzékenyebb, van egy olyan, hogy akkor jobban mennek arra, hogy a válladat megüssék? Azt gondolom, hogy ilyenről egyébként nincsen szó. Mindenki próbál sportszerű lenni, és azt gondolom, hogy nem kár tenni a másikban direkt. Én ezeket a válműtéteket amennyire lehetett próbáltuk titokban tartani, de nyilván azért ezt mondjuk észreveszik, miért nem vagyok ott egy versenyen, utánam néznek, rákeresnek bármi, azért ez kiderült biztosan, viszont nem az volt, hogy mi ezt hírezteltük, hogy most akkor sérült a vállam. Biztosan tudták versenyzők, hogy nekem sérült volt a vállam, de azt gondolom, hogy senkiben nem volt egy ilyen direkt érzés, hogy akkor most szétüssük a vállát, és legyen neki még rosszabb, legalábbis bízom benne, de nem vettem egyébként ezt észre, hogy akkor most ez miatt jobban, vagy nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát ez a legnagyobb gondod most a testeddel, ami van, ez a vállsérülésed. Hála Istennek most megműtötték tavaly decemberben, és most azt mondhatom, hogy most már panaszmentes majdnem egy éve. Azt én mondhatom, hogy hegekkel, foltokkal nem rendelkezik Luca. A lábát a nézők nem láthatják, de a lábán sem. Azt mondtad, hogy te nem vagy agresszív a ringen kívül. Ilyenkor mindig meg felmerül az emberben, hogy kerültél-e már olyan helyzetekbe, amikor esetleg agresszív lehettél volna, vagy megmutathattad volna azokkal szembe, akik esetleg téged bántani akartak, vagy beszorított helyzetbe hoztak, hogy hát azért velem nem, ne szórakozzatok, vagy nem tudtok szórakozni. Szerencsére mondhatom, hogy még nem volt ilyenben részem, nem kellett soha azt megtapasztalnom, hogy egy olyan adott helyzetben hogyan reagálnék. Egyébként elgondolkoztam már rajta, hogy vajon mi is történne, hogy igazából két lehetőség van. Az egyik, hogy kijön az, ami bennem van évek óta, így reflexből esetleg is meg tudnám védeni magamat, de az is benne van, hogy abban az adott helyzetben, ami egy új helyzet lenne számomra, lehet leblokkolnék, és azt se tudnám hirtelen, melyik a bal jobb kezem. De nagyon örülök, hogy tényleg erre még nem volt példa, és bízom benne, hogy nem is lesz a jövőben, és ezt nem kell megtudnom, hogy ott épp hogy reagálnék. Hát Hámori Luca arcát most már sokan ismerhetik. Ne kísérletezzenek azzal, hogy melyik variáció indulhat be. Hogy van a férfi box, amit már nagy hagyománya van, és sokan ismernek, van a női box, amiről azt mondod, hogy egy viszonylag új, és néha ellenállásba is ütközik. A ti sportklubotok ott, Kőszegen, hogy is hívják a klubotokat? Fitbox. Ki vezeti, milyen ez a klub, hogy ilyen jó versenyzőket tud ki nevelni? Nőieket is, férfiakat is. Mert ugye a bátyád is nagyon igen. Amióta én boxolok, és amióta az eszemet tudom, én ebben az egyesületben készülök, ahogy a bátyám is itt készült mindig is. Kettő edzőnk van jelen pillanatban ott, Varsányi Áron és Gombai János. Kettői közül a Varsányi Áron a vezető edző, viszont azt gondolom, mind a ketten ugyanolyan munkát tesznek bele, és mind a ketten adnak valamit, ami miatt ez az egész így össze tud állni, és egy nagyon jó kis csapat alakult ki. Szerencsére a közeg is egy olyan közeg, hogy ott mindenki szeret mindenkit, egy ilyen kis családias légkör igazából, tehát az első, tehát a családom után ők a második családom. Nagyon sok barátom van ott, nagyon sok régi barát, akikkel tényleg együtt nőttünk fel, együtt készültünk akár kiskorunk óta. És miből nőtt ki ez az egyesület? Kőszegre költözött valaki, aki ezzel foglalkozott, vagy volt ott egy iskola, ahol volt egy ilyen box szak vagy tagozat? Volt régebben egy edző, Nemes Emil, aki a mai napig edzősködik már csak hobbi szinten Kőszegen, hiszen egy idősebb emberről beszélünk már, viszont ő volt az edzője a mostani edzőimnek, és azt gondolom, hogy ők azt a vonalat próbálták meg, és milyen jól csinálták, viszik tovább azt, amit ők akkor tanultak, ahhoz ők még hozzátették, amiket ők tanultak az évek során, illetve amiket tapasztaltak, és azt gondolom, hogy mivel azt vonalat
viszik tovább, ezt próbálják nekünk átadni, és nagyon úgy néz ki, hogy jól csinálják egyébként, úgyhogy igazából én ezt mondanám. Tehát, hogy nem volt iskola, nem volt egy ilyen, tehát egy nagyobb híresség, aki esetleg idejött volna, és azt mondja, akkor ő most itt boxedző lesz. Viszont azt gondolom, hogy a magyar ökölvívásban, főleg itt Kőszegen a Nemes Emil név az nagyon sokat tett ahhoz, hogy ez itt létrejöhessen, és egyébként a mai napig, ha ő Csingi bácsi egyébként a beceneve, és ha ő bejön az edzőterembe, akkor minden kisgyerek mosolyogva megy oda, és köszön neki, és ő rajta is látszik, hogy nagyon büszke arra, hogy nekünk az egyesületünk milyen sikeres. Egyébként te a boxolás mellett foglalkozol valamivel? Tehát tanultál, tanulsz valahol? Már nem tanulok. A leérettségiztem, illetve az mellett egy... Kőszegen? Igen, és vendéglátóiskolát végeztem az mellett. Dolgoztam vendéglátásból kövívás mellett, de sajnos most már nem tudom a kettőt összeegyeztetni. Egyébként én a vendéglátást úgy így fiatalon szeretem, azt nem mondom, hogy örök életemben el tudnám magamat képzelni. Egyrészt azért, mert tényleg egy nagyon kemény munka, és erre azt gondolom születni kell. Például édesapám 25 évig volt pincér, és ő az a pincér, akit imádtak a vendégek. És ő tényleg látszik, hogy erre született, nem számított, hogy 15 órát kell dolgozni, akár 3 napon keresztül, mármint, hogy 3-szor 15 órát, de ő ezt imádta. Én nem biztos, hogy erre születtem, én nekem kiskorom óta az álmom az, hogy gyerekekkel foglalkozhassak. Az óvónői pálya volt mindig az, amire azt mondtam, hogy az lesz az én utam. Másban egyébként nem is nagyon tudnám elképzelni magamat. Miután én leérettségiztem, természetesen a főiskola volt a cél, hogy akkor ezt az óvónői pályát megcsináljam. Viszont akkor közben jött egy-két dolog, költözés Budapestre, visszaköltözés Budapestre, ami miatt halasztottam, és azóta is halasztom, amit egyébként bánok, és nem adtam fel attól függetlenül még, szóval... De jelenleg főállású sportoló vagy. Igen, viszont ez mellett én elvégeztem egy ilyen óvodai dajka képzőt talán, illetve egy babysitter képzőt, és dolgoztam babysitterként is, amit szintén imádtam, illetve most csinálok egy edzői iskolát, tehát most akkor tanulok, de ez egy ilyen gyors talpoló boxedzői képzés igazából, ami most szeptemberben lesz majd a vizsga, úgyhogy bízom benne, hogy utána már én is edző lehetek majd egyszer. Ha megnézzük, hogy a férfiak hogy szállnak ringbe, és a nők hogy szállnak ringbe, mennyire különbözik a felszerelésetek? Van-e másfajta stílus, amit képviselnek a nők vagy a férfiak? Tehát hogy válik ketté, miben különbözik a férfi és a női box? Az egyik legnagyobb különbség talán a kettő között eddig a fejvédő használata volt, hiszen... Ugye minden korosztályban más, viszont felnőtt korosztályban a férfiaknál már lekerül a fejvédő, ott nincsen fejvédő. A nőknél eddig felnőtt korosztályban is volt, tehát ott minden korosztályban, viszont idén nyáron behoztak egy olyan rendeletet, hogy az olimpia utántól már nincsen, nem lesz fejvédő a nőknek sem, tehát hogy már nem lesz különbség. Mi volt az oka annak, hogy a nőknek volt fejvédője? Talán egyrészt a hajunk, hogy azért felveszünk egy kendőt, vagy egy úszó sapkát, akkor azért könnyebben be tudjuk tenni a fejvédő alá, nem zavar minket sportolás közben, és talán ez volt az egyik. A másik, most azt mondom, hogy jobban féltették az arcunkat, de ebben sem vagyok biztos. Tehát, hogy egyébként ennek az okát soha nem kerestem én még, hogy miért van a nőknek, a férfiaknak miért nincs. De most, hogy lekerül a fejvédő, az biztos, hogy mindig fonott hajjal kell lenni, hogy ez esetleg ne zavarjon. Egyébként én nem szeretek fejvédőben boxolni, viszont 13 éve úgy boxolok, tehát hogy nekem is ez egy újdonság lesz, és kíváncsi leszek, hogy fogok rá reagálni. Igen, pont ez érdekelt, hogy te ettől ez félelemmel tölt el, hogy lekerül a fejvédő, mert ez mégiscsak egy védelmet jelentett. Nálam ez a félelem egyáltalán nem jelentkezik, tehát ahogy említettem már, én nem szerettem a fejvédőt soha, tehát ha tehettem, az nélkül boxoltam edzésen is. Nyilván az sérülés elkerülése miatt mindig ott volt a fejünkön, akár edzésen is, főleg versenyek előtt, de azt gondolom, hogy
most így felnőtt korosztályban azért már eljutottunk, vagy akár a bunyónk így nőknek eljutott olyan szintre, hogy érettebben boxolunk, és talán kevesebb esély van arra, hogy sérülés legyen, akár összefejlés, de hát azért ez nagyon sokszor előfordul azért az ökölvívásban a férfiaknál, nőknél egyaránt, hogy közelharcban esetleg összefejelnek, azért vékonyabb őr az arcon nagyon, tehát egy apró repedések szemöldöknél leginkább, vagy szem alatt, vagy akár fejen, főleg a fiúknál, hogy akinek rövid a hajuk, és még az sincs, hogy megvédje. Szóval ez elég gyakori, de egyébként én nem félek ettől. Tehát, hogy ez engem nem fog eltántorítani ettől az egésztől, sőt, talán még örülök is neki egyelőre, hogy... Említetted a fonott hajat. Mintha ez egy ilyen egyenviselet lenne a boxolónok között, apró fonások végig a fejeteken. Ez a sérülés veszély miatt egy divat, vagy miért így hordjátok a hajatokat? Én azt gondolom, hogy a sérülésekhez ennek nincsen köze. Inkább a divat és az, hogy mutatós legyen, illetve az, hogy ugyanálunk a szabályzat volt eddig, hogy a fejvédő alól nem lóghatott ki a haj, nem állhatott össze-vissza, és talán így a legegyszerűbb módja az, hogy tényleg a bírónak esetleg ezért ne kelljen szólni, hogy kilóg a haj a fejvédőből, vagy bármi. És én egyébként azért is szeretem, mert egyrészt ezért, hogy könnyebb vele bánni, másrészt jól néz ki, és azt gondolom, szerintem minden női sportolónak ez van így a fejében. Anno, aki még sok-sok évvel ezelőtt látta a bóderekes filmet, onnét ismerheti ezeket a sok apró fonatokat, ami neked volt, és az olimpiai ellenfeleid többségének is volt. Ez volt a fejvédő, amiben különböztetek. A szerelés egyéb részeiben miben különbözik egy férfi és egy női boxoló? Ugye a férfiaknak a szuszpenzor, az a most nem is tudom ezt, hogy mondjam szép szóval. A nemi szervek védője. Így van, így van. Ugye nekik az a kötelező, nekik csak annyi, illetve a fogvédő. Nekünk lányoknak pedig van mellvédő, illetve nekünk is van ilyen altestvédő, de az nem kötelező. Ha valaki szeretné, felveheti, de az nem kötelező. Ami kötelező, az nálunk is a mellvédő, illetve a fogvédő. Pont azért, hogy nehogy esetleg a nőiességünkben kárt tegyen ez az egész sportág. Ezen kívül egyébként nincsen különbség, tehát hogy az, hogy nyilván mellvédő van nekünk, nekik a szuszpenzor, és azt gondolom, hogy az összes többi az egyforma egyébként, most már a fejvédő is. Stílusban van-e külön női box stílus és férfi box stílus? Van. Most már mondhatom, hogy van egy-kettő olyan női versenyző, akár külföldön, akár itthon, aki a férfiak között is megállná a helyét, de azért van különbség, és egyébként én azt mondom, hogy talán a nők, ők sokkal tüzesebbek, sokkal harciasabbak bent a ringben, és előbb belemennek egy ilyen nagyon nagy adokkapokban, mint a férfiak. Még a férfiak kicsit nyugodtabban, higgadtabban, szebben próbálnak boxolni. Azt gondolom, hogy a nőknél ez megvan, hogy ők bemennek, elszántak, nagyon nagy tűz van bennük, és okosan, nyilván, tehát, hogy figyelve, és észre boxolnak, viszont én azt vettem észre, hogy nagyobb az elszántság talán a nőkben, de lehet, ezt én rosszul látom. És jobban belemennek a közelharcba? Szerintem nem is az, hogy jobban belemennek, de nem érnek meg tőle. Tehát, hogy saját magamból is kiindulva, illetve megnézem azt, hogy például még a bátyám egy megfontolt bunyót csinált mindig, én csak mentem, és nyilván ugyanúgy észre, viszont oda mentem, és engem tényleg nem érdekelt semmi. És a bátyámat lehet az, pont, hogy az ész vitte előre, meg ez a megfontoltság, a higgadság. Én nem tudok higgadt lenni a ringben, nekem ott elborul teljesen az agyam, megyek, és csak egy cél lobog a szemem előtt, hogy én nyerni mentem oda. Terjünk át az olimpiára. Akárhogy is nézzük, addig is voltak neked helyezéseid nemzetközi versenyen, de igazán a neved, akár a nemzetközi sajtóba, akár a magyar sajtóba az olimpia kapcsán lett hangsúlyosabb. Így utólag visszagondolva, mit gondolsz erről az egészről? Ez számodra pozitív volt, negatív volt, hogy jöttél ki végső soron a dologból, aztán majd beszélünk a részletekről is.
Én egy pillanat gondolkozás nélkül mondom azt, hogy én nekem csak egy pozitív irányba változott az életem az olimpia óta, illetve csak is egy pozitív élmény számomra az egész olimpia. Nem számít, hogy mindenhol nyilván vannak akár egy kisebb, rosszabb pillanatok, de azt gondolom, hogy összességében nekem egy életre szóló élmény, és csak pozitív irányban, és az, hogy esetleg megváltozott az életem, az is csak pozitív irányba. Egyébként hogy tetszett a párizsi olimpia rendezése, már mennyit láttál belőle? Nekem egyébként nagyon, nagyon tetszett. Én nekem, ahogy beértem az olimpiai faluba, már ott elkapott egy ilyen nagyon jó érzés, és így átjárt az olimpia szelleme szerintem. Én nagyon élveztem azt, hogy ott a faluban tényleg minden megvolt. Tehát voltak bicikléink, mert hogy akkora volt a falu, hogy akár biciklivel könnyebb volt körbejárni. Voltak kávézók, voltak ilyen kis pihenőhelyek, voltak csendesebb helyek, ahol lehetett pihenni, volt játékszoba, volt kisebb büfé, volt pékség, tehát hogy minden tényleg megvolt a faluban, amire nekünk ott szükségünk volt. Tehát ha azt mondták volna, hogy nem mehetünk ki a faluból soha, vagy soha többet onnan nem mehetünk, és itt kell élnünk, nagyon simán elértünk volna ott. Hol volt pontosan ez a falu? Hát Párizsban volt, de hogy pontosan hol melyik ezt... Melyik részében? Igen, ezt sajnos nem tudom megmondani. Én egyszer voltam kint, vagy kettőször talán a faluból az egész ott létem alatt. Egyszer a családommal mentünk ki megnézni az Eiffel-tornyot, illetve a Diadalívet. Azon kívül pedig egyszer talán boltba, de az is már csak ilyen a vége felé, amikor már azt éreztem, hogy kikaptam, most már lehet ezt azt csinálni, és akár csak egy sétára, amikor már tényleg azt éreztem, hogy itt van a vége, akár venni egy kis szuvenírt, vagy bármit, és tényleg ki tudtam menni, vagy akár egy jót enni, és pont ezért nem tudom nagyon ott még a környéket se, hogy mi volt. Azt tudom, hogy az Eiffel-toronytól körülbelül egy fél órára voltunk nagyjából. Akkor te az olimpia rendezésével elégedett voltál. Teljes mértékben. Ez egy nagy vita volt. Igen. Hogy milyen is volt ez a párizsi olimpiai ilyen politikai nézetkülönbségek, mindenféle viták zajlottak, hogy ez most egy csodálatos Igen. olimpia, vagy ez egy elrontott olimpia. Tehát te jól érezted magad? Igen, én ebben nem is akartam belefolyni, én tudom, miért mentem oda, és igazából én csak azzal foglalkoztam. Mikor érezted az olimpia közben, hogy ez most valami különleges lesz, és itt most valami más fog történni, mint a szokásos? Tehát mikor érezted azt, hogy az Algír hölgyel való meccsed, ez valami több lesz, ez másról is fog szólni? Az, hogy az olimpia mitől volt másabb, nekem ezt talán már a legelejétől éreztem, hiszen tényleg egy olyan közeg vett körbe, amit még soha az életemben nem tapasztaltam. Az első meccsemen, amikor beszólítottak a ringbe, akkor én úgy vonultam be a ringbe, hogy folyamatosan rázott a hideg, amit a 13 évem alatt én még soha nem éreztem. Akkor már ott is tudatosult bennem, hogy ez most valami más. A második meccsemen szintén, és amikor a második meccsem után én tudtam, hogy ki lesz a következő ellenfél, még akkor sem gondoltam volna, hogy ez akár ekkora port fog kavarni. Sőt, még a mai napig úgy vagyok vele, hogy én ezt nem is akarom elhinni, hogy ezt nekem, ha valaki mondja az olimpia előtt egy héttel, akkor azt mondom, hogy hagyjuk már. Tudtátok, hogy kik az ellenfeletek? Tudtátok azt is, hogy Iman Halef, jól mondom, Igen. a nevét is az ellenfeletet fog indulni, és senkinek nem jutott eszébe, hogy ez valami különleges helyzetet fog hozni. Így van, ez ugye mindenki tudta a történteket, hogy esetleg mi történt a múltban, neki volt egy eltiltása, de ugye aki azt a világbajnokságot rendezte, és aki az olimpiát rendezte, az teljesen két különálló szövetség, és pont ezért az egyiknek a szabálya nem érvényes a másikéra. És egyébként meglepő volt számomra is egyébként, hogy... Te eligazodsz ez között a két szövetség között, mint sportoló? Ugye van ez egy Oroszország vezette szövetség, ez a... Valahova én föl is írtam. Az IBA. Az IBA, igen. És volt a NOB-nak igen. egy saját box szövetsége. Tehát mi a kettő közti nézeteltérés oka, vagy miért működnek teljesen másképp? Te mit tudsz erről?
Megmondom őszintén, hogy soha az életemben nem foglalkoztam politikával, és soha nem is folytam bele. Egyrészt, mert nem értek hozzá, de pont azért nem értek hozzá, mert azt gondolom, nem foglalkoztam vele soha. Illetve sportolóként próbáltam ezt úgy felfogni, hogy ez nem az én dolgom. Én nekem annyi a dolgom, hogy bemenjek az edzőterembe és edzek, illetve bemenjek a ringbe és boxoljak. És pont ezért ezeket a dolgokat én teljesen próbáltam kizárni. Én pont ezért nem mentem ebbe az egészbe bele az olimpia előtt és az olimpia ideje alatt se, az olimpia után se. Ez a felső vezetőségnek a dolga, ezt ők lerendezik maguk között. Most az olimpián viszont ugye ez kihatással volt ránk valamilyen szinten, tehát hogy valamennyire muszáj volt vele foglalkozni. Én amikor az előzetes nevezést láttam az olimpiához, akkor meglepődtem, hogy az ő nevét én ott láttam a nevek között. Viszont úgy nem adott egy új gondolatot az agyamba, vagy esetleg nem foglalkoztatott, tehát hogy én nem foglalkoztam ezzel. Egészen addig, amíg ott nem voltam, hogy vele kell boxolnom. Tehát, hogy amikor én megláttam a sorsolást, és láttam, hogy ha 2 meccset sikerül nyernem, akkor majd ő lesz. Viszont előtte várt rám még 2 meccs, és még mindig az adott mérkőzéssel foglalkozom, hiszen az az első feladat, amit meg kell oldani, és ha megoldottam, majd lehet foglalkozni a továbbiakban. És ugye nyertem 2 mérkőzést, tudtam, hogy ő jön, és igazából... Én azt gondolom, hogy ez az egész akkor robbant ki, amikor az olasz lánya boxolt, és ugye ő feladta a mérkőzést, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, de talán... 46 másodperc után. Igen, ő azt mondta, hogy neki elég volt. Ezt nem tudhatjuk, hogy ő neki ezt a felsőbb vezetőség mondta, vagy ez a saját döntése volt. Nem beszélgettetek utána ezzel a lányjal? Nem, én nem beszéltem, ő szerintem utána haza is ment, tehát hogy ő ebből így nem kivette magát teljes mértékben, miután már kirobbant. Már elindította a lavinát, mert igen, ő indított el. Igen, én is azt gondolom, hogy ez onnan indult ki. Amit ő utána lenyilatkozott, hogy miért adta fel, esetleg azért, mert hogy ő ilyet még az életében nem érzett ekkora ütést, én ezt teljesen túlzásnak tartom. Én ismertem ezt az olasz lányt, ő már volt több olimpián, tehát azt gondolom, hogy ő már boxolt olyan emberekkel, akitől esetleg kaphatott nagy ütést, és azért 66 kilóban én azt gondolom, mindenki nagyot üt, köztük én is, tehát hogy igazából én ezt túlzásnak tartottam. Viszont mivel ezzel elindult egy ilyen... Gondolkodtatok rajta, hogy ez vajon miért történt meg? Én nekem csak annyi futott át az agyamon, hogy én nem ítélem őt el, hiszen nem tudhatom, hogy ő miért csinálta ezt, hogy saját döntés, más döntése, éppen mit gondolt ő, akkor ezt senki nem tudhatja rajta kívül, vagy esetleg még az edzőink kívül, de lehet ők sem tudják, hogyha esetleges saját döntés volt. De felmerült bennetek, hogy ez nem az ő döntése volt, hanem valaki eldöntötte helyette. Talán ez csak az én fejemben fordult meg, de ez is csak azért, mert mindenki kérdezi tőlem, hogy én most akkor mit gondolok róla, és én pont ezért nem akarom őt bántani, pont ezért nem akarok beleállni, mert nem tudhatjuk, hogy őnek éppen milyen problémája volt, senki nem tudja, hogy ki mit hordozza a saját hátán, és talán csak ezért fordult meg a fejemben, hogy nyilván én is próbáltam megérteni, hiszen akkor abban a pillanatban oké, kapott 2 tiszta találatot, de nem olyan nagyot, hogy esetleg látszott volna rajta, hogy ő benne az kárt tett, vagy bármi. És ezért gondolkoztam el azon, hogy mi lehetett, de így pont egy gondolat erejéig, hogy vajon mi lehetett, én annyit, hogy nem tudhatjuk, és pont ezzel el is engedtem ezzel a lendülettel igazából. Utána, hogy én még akkor sem gondoltam volna, hogy ez ekkora hírnevet fog kapni, hogy mint utólag kiderült, a mi mérkőzésünk volt az egész olimpián a legnézettebb program, tehát hogy minden sportágat összevetve és az egész időszakot tekintve az nézték a legtöbben az egész világon. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg egy világhír lett, ami még a mai napig nekem egy kicsit ilyen hihetetlen dolog, és... Többen nézték, mint a 100-as sprint döntőt? Igen. Én úgy tudom, legalábbis egy ilyen cikket olvastam, hogy az volt a legnézettebb adás az egész olimpián. Igazából, ahogy én, tehát hogy mikor tudatosult bennem az, hogy kivel is kell boxolnom, ez talán csak akkor, miután én már megnyertem a második mérkőzésemet, ott voltam, hogy jó, akkor ő a következő, de próbáltam úgy hozzáállni, hogy mint az előtte lévő két meccsemhez, hogy egy
sima, egyszerű mérkőzés lesz, vagy nem egyszerű, de hogy egy szokásos mérkőzés. Ez 100%-ban nem sikerült, mert azért ezt teljesen kizárni nem lehetett, azt gondolom, ami körülöttem volt. Mert már napokkal azelőtt történtek dolgok. Ugye a magyar sajtóba elindult egy oltári nagy vita, a nemzetközi sajtóba elindult egy oltári nagy vita. Bizonyos mértékig te is megszólaltál ezekben a vitákban. Ugye születtek tőled posztok, Facebook bejegyzések. Így van. Erre csak annyit szeretnék mondani, hogy sajnos az olimpia előtt minket nem készítettek fel arra, hogy mi van, ha valaki hirtelen híressé válik, és mert fiatal 23 éves vagyok, nem volt mellettem senki olyan, aki esetleg nekem ebben segíthetett volna. És sajnos ezt a saját káromon kellett megtapasztalnom, de most már tudom azt, hogyha egy ilyen helyzet alakul ki, akkor az hogyan kell kezelni, illetve bízom benne, hogy ezzel talán a többi sportolónak, aki esetleg még nem járt ugyanígy ilyen helyzetben, annak a sportolónak tudok nem példát mutatni, de tud tanulni akár az én saját hibámból, és abban is bízom, hogy talán erre a szövetségek is majd odafigyelnek, hogy esetleg ne fordulhasson ilyen többet elő, és hogy a versenyzők ne csak szakmailag, hanem akár ilyen téren is fel legyenek készítve. Neked mondta valaki, hogy nyilatkozz, vagy szólalj meg, vagy olyan indulatok voltak benned, vagy olyan furcsa információk érkeztek hozzád, vagy mi vett rá arra, hogy olyan posztokat írjál, amit aztán később visszavontál? Mert hogy nagyon negatívan nyilatkoztál meg a Heliffel szemben. Nekem senki nem mondott semmit, hogy mit posztoljak, mit ne posztoljak. Nekem minden a saját döntésem volt, amiért vállalom a felelősséget. Én akkor abban a pillanatban, amikor lejöttem a mérkőzésről, mármint a második nyertes mérkőzésemről, ugyanúgy cselekedtem, hogy az első mérkőzésem után nyilván a social media most már a fiatalok körében a legelterjedtebb dolog, és millió üzenet. Tehát, hogy millió üzenet volt a telefonomon, millió olyan posztok, amiben engem megemlítettek. És én elkezdtem a saját oldalamon riposztolni mindent, amiben engem megemlítettek, és talán nem is figyeltem arra, hogy én valójában mit osztok meg. Nem gondoltam abba bele, hogy ennek következménye lehet, nem gondoltam abba bele, hogy ez egy világhírű dolog lesz, és hogy ez akár bárki felé is értő lehet. Soha nem volt bennem az, hogy én most akár direkt valakit, hogy mondjam, valakire esetleg rosszat mondjak, vagy valakit támadjak. Igen, mert megosztottál egy olyan üzenetet, ahol elég csúnya jelzővel, talán korcsként illették a boxolónőt. Lehet, hogy nem is az algéboxolónőt, lehet, hogy nem is nézted, amikor te ezt megosztottad, hogy pontosan mi van, de ezeket, de mondd tovább, eltüntetted. Pont azért, mert akkor már szóltak, vagyis figyelmeztettek, hogy figyeljek arra, hogy mit posztolok, most már ez világhírű. És az edződ szólt? Ő is, felsőbb vezetőségtől is, hogy esetleg figyeljek, és azt gondolom, hogy akkor jöttem arra rá, hogy ez tényleg nem csak egy olyan mérkőzés, vagy egy olyan esemény, ami mint az eddigi 13 évem alatt, és jobban belegondolva, utána már nyilván okosabb az ember, és ezért mondtam, hogy kár, hogy a saját káromon kellett ezt megtapasztalnom, viszont próbáltam azt kizárni, hogy esetleg én ebben most így belefolyjak, hiszen én tudtam, hogy mit miért csináltam, vagy éppen mit miért nem csináltam, és nagyon sok embernek nyilván megvan a vélemény, és mindenkinek meg is lehet, hiszen ez a saját döntésük, de azt gondolom, hogy mindenki emberből van, és mindenki tud hibázni. Én is azt gondolom, hogy csak egy ember vagyok, egy fiatal sportoló, aki talán még tapasztalatlan volt ilyen téren, és nem voltunk felkészítve erre a dologra. Ezért sem hibáztatunk senkit, mert azt gondolom, ez mindenkinek egy olyan helyzet volt, amire senki nem számított, és senki nem gondolta, hogy ez lesz belőle. De most már tudom, hogy mit, hogyan kellett volna csinálni, mit kellett volna másképp.
Mit kellett volna csinálnod? Mit gondolsz? A telefonomat 3 nappal ezelőtt letenni, vagy a verseny kezdetén így letenni az asztalra, hogy akkor én ezzel most nem foglalkozok, és majd az olimpia után lehet ezzel. Nyilván a családdal, anyáikkal beszélni, meg aki fontos, illetve edzőkkel, de az, hogy bármilyen social médiás dolgot teljesen az egész olimpia alatt kizárni, és ezzel nem foglalkozni, nem felülni erre a hír hullámra, hogy ki most mit gondol, mert nyilván van egy alaptörténet, és valaki gondol valamit, az már hozzátesz, és a végén egy olyan történet keletkezik, ami nem is igaz, aminek semmi alapja nincsen. Én próbáltam erre nem felülni, és nem is ezzel foglalkozni. Én letettem a telefont a mérkőzés előtti nap már. De ez csak egy kicsit van. Előbb kellett volna. Ezt az egész olimpiádat kellett volna. Tehát, azt hiszem, hogy vannak is olyan sportolók, és sok helyen csinálják is, hogy gyakorlatilag verseny előtt hermetikusan lezárják őket a bármilyesféle külső hatásoktól, hogy csak a versenyre tudjanak koncentrálni, akkor végül is te is valami ilyesmit tanultál meg ebből. Mert valószínűleg egy csomó energiádat, gondolatodat, idegrendszeri pályáidat, ezt befutotta ez az egész, és ez mind a box mérkőzést től vonta el az energiáidat. Gondolom én, de... Így van. Te mit gondolsz erről? Tehát, hogy én a meccs előtti nap letettem a telefont, késő volt ott, már mindegy volt, hogy én mit csinálok, hiszen nyilván nagy részt pozitív dolgok jutottak el hozzám, de természetesen jöttek a negatív dolgok is, és ez a mai napig így van, hogy a társaság fele támogat, másik fele pedig ellenem van. Én ezt elfogadtam most már, és bízom benne, hogy ez majd egyszer átalakul, vagy hogyha nem, akkor is én azokkal próbálok foglalkozni, aki igazán ismer, aki tudja a történteket, illetve aki mellettem van és támogat. A negatív dolgokból pedig próbálok tanulni, és azt is elfogadni, és azt, amit muszáj megfogadni, amit kell, azt észreveszem, amit nem, az pedig... A meccsen mennyire tudtad kitörölni a fejedből ezt az egészet? Miután én letettem a telefont, azt gondoltam, hogy jobb lesz, de ez azért nem így működött. Tehát, hogy a fejemben, ami előtte ott volt, az utána is ott volt már. Nagy szükségem volt nekem szakember segítségére. Van alapból saját sportpszichológusom, akivel együtt dolgozunk jó pár hónapja. Viszont akkor őre nagyon nagy szükségem volt, és a meccs napján én nekem egy nagyon kemény reggelem volt. Nem is tudom azt elképzelni, hogy jutottam el arra a szintre, ahogy én kiálltam aznap. Hogyha belegondolok abba, hogy én aznap reggel hogyan keltem fel, és milyen gondolatok voltak a fejemben. Milyen gondolatok voltak a fejemben? Azt éreztem, hogy nem tudom kizárni ezt az egészet, és nem tudom saját magamat hozni ahhoz, hogy én most oda kimenjek a ringben. És gondolkoztam azon, hogy mi lenne, ha nem állnék ki, mi van, ha kiállok, mi történt, próbáltam minden eshetőséget felmérni. Viszont én ismerem magamat, és nem az, hogy én álljak ki, az nem fordulhatott volna elő. Tehát én akkor nem tudtam volna nyugodtan lefeküdni. Hála Istennek ebbe senki nem szólt bele, tehát nekem nem mondta azt a szövetség, hogy nem állhatok ki, vagy ki kell állnom, ez teljesen önálló döntés volt, és természetesen ki akartam állni, és pont ezért bántott az egész, hogy esetleg nem vagyok fejben 100%-os. Ebben kértem a pszichológusomnak a segítségét, akivel több órán keresztül beszéltünk, viszont meg lett az eredménye, hiszen saját magamat vissza tudtam hozni, és azt a lendületet, azt az egész felfogást, ami nekem egyébként van, azt vissza tudtam hozni, és amikor már ott voltam a csarnokban, hogy szólítanak a ringbe, akkor már ugyanazt az erőt éreztem, mint előtte akár a többi mérkőzésemen, de 100%-ban nem tudtam kizárni még akkor sem ezt az egészet. Szóval, ha összefoglaljuk, akkor ez a meccs tulajdonképpen másképp is alakulhatott volna, ha nincs körülötte a botrány. Tehát a te eredményed akár jobb is lehetett volna.
Ezt vagy volnák, nem. Nincsenek a sportban. Nincsen, ezt szerintem soha nem fogjuk már megtudni, ez most így alakult. Az, hogy majd a jövőben mi lesz, az majd alakul, de ilyennel nem szoktam nagyon foglalkozni. Mi lett volna? Ő ugye megnyerte az olimpiát. Beszélgettetek-e vele, váltottakotok-e pár szót? Milyen viszonyban váltatok el, vagy milyen viszonyban vagytok? A mérkőzés végén, ugye mi ott a ringben, nem tudom, aki nézte a mérkőzést, az biztos látta, hogy pár szót ott váltottunk. És én nekem az ott az szintén egy pozitív élmény volt, hiszen kezet fogtunk, én gratuláltam neki, ő gratulált nekem, ő elmondta, hogy ez egy jó mérkőzés volt, én is elmondtam, és ő is további sok sikert kívánt nekem a jövőben, illetve én is ugyanúgy neki, és mondtam, hogy már csak az olimpián is, illetve a jövőben is sok sikert kívánok neki. Utána oda mentem a sarokban az edzőivel kezet fogni, akikkel ugyanez a beszélgetés zajlott le nagyjából, és azt gondolom, hogy egy teljesen sportszerű viselkedés volt részéről is, és részemről is, és én nekem így kerek az egész, tehát, hogy én nekem így maradt, azt gondolom, ez egy tök jó élmény, és azóta mi már nem beszéltünk, én ugye másnap hazautaztam az olimpiáról, és ő meg ugye maradt, és meg is nyerte az olimpiát, és aminek egyébként én örülök, hiszen elmondhatom, hogy az olimpiai bajnoktól kaptam ki. Én bennem semmi rossz érzés nincsen felé. Kívántam neki, hogy akkor már jusson el a végéig, és álljon fel a dobogó tetejére, és így is történt, szóval én ennek örülök. Ezt te akkor magadba lezártad. Jöttek-e hozzád olyan kérések esetleg, hogy állj ki valamiféle megnyilvánulásba ellene vagy mellette? Nem, tehát semmilyen nem volt. Ha lett volna, de ugye nem foglalkozunk a volnával, de ha lett volna, én tehát akkor nem is... akartak téged felhasználni nem, utána nem, bármelyik nem. Álláspontnak nem. Az erősítőre. De nem is tudtak volna egyébként, de nem, hála Istennek, nem is volt ilyen megkeresés. Jó. Még egy vitás kérdés volt ugye az olimpia után, erről aztán annyit beszélsz, amennyit akarsz, hogy ugye a Magyar Szövetség úgy döntött, hogy bár ötödik vagy, megkapod azt a pénzkülönbséget, ami a harmadik helyét járt volna, és jól tudom, hogy az orosz nemzetközi ökölvívó szövetség is, akit említettünk, felajánlott talán 50 ezer dollárt neked úgynevezett vigaszdíjul. Mi a véleményed erről, és hogy döntesz ezekben az ügyekben? Azt gondolom, hogy eddig is ebből próbáltam, vagyis ebben a témában próbáltam kívülálló maradni, ezt most is tartom magamat, és én erről nem szeretnék beszélni, nem szeretnék vélemény nyilvánítani. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy nekem ebben semmilyen kérésem senki felé nem volt. Ez teljesen nekem is meglepetés volt, ugyanúgy, ahogy mindenki másnak. Igazából szeretnék tényleg ezzel a témával kapcsolatban kívülálló maradni, és nem belefolyni. Azt el kell mondanom, hogy jelen pillanatban én sem tudom, hogy ezeknek a vitáknak, illetve ezeknek a történéseknek mi lesz a végkimenetele, így lesz, nem így lesz. Tehát még te se tudod, hogy ez a pénz megérkezik-e hozzád, és elfogadod-e? Vagy most azt már tudod, hogy ha megérkezik, akkor elfogadod? Még nem tudok erről most semmi konkrétat mondani. Ez majd alakul a jövőben. Uh-huh. Várod, hogy mi lesz ezzel? Így van. Hát miről tanult a legtöbbet Hámori Luce ezen az olimpián, és mit gondol, hogy a nemzetközi sport karrierébe ez az olimpia itt hozott neki? Talán a legjobb szó az egészre az, hogy én oda mentem egy fiatal boxolóként. Kislány nem mondanék, mert kislány nem vagyok, nem voltam már akkor sem, de azt pont azért mondom, egy fiatal nőként, fiatal sportolóként, viszont felnőtt érett nőként jöttem haza, és azóta is napról napra azt gondolom egyre érettebb vagyok, és egyre felnőttesebben kezelek egy-két dolgot, ami azt gondolom kihatással lesz a további sportkarrieremre is, hiszen
hiszen magabiztosságot is kaptam ettől az olimpiától, hiszen mégiscsak két mérkőzést tudtam nyerni egy olyan mezőnyben, ami az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb női mezőny volt. És most már talán elhiszem azt, nem talán, most már elhiszem azt, hogy ott a helyem, és ott vagyok az élmezőnyben, és hogy nagyon nagy dolgokra vagyok képes. Azt gondolom, hogy ha ez a magabiztosság, és ez az, hogy elhiszem, hogy képes vagyok rá, ez nagyon nagy dolgokra fog engem, vagy nagyon nagy dolgokhoz fog elvezetni, és talán ezért vagyok a leghálásabb, mindaz mellett, hogy természetesen egy óriási élmény volt, és az, hogy a nagyon sok mindent tanultam, akár a hibáimból, akár a mérkőzéseimből, nagyon sok mindent tapasztaltam, nagyon sok mindent máshogy látok, nagyon sok mindenhez máshogy állok már hozzá, de talán ami a legnagyobb dolog, amit megváltoztatott bennem ez az olimpia, hogy én az olimpia előtt azt mondtam, hogy oké, kijutottam olimpia, és hogy szögre akasztom a kesztyűmet, mert hogy nekem ez elég volt. Nagyon-nagyon kemény és hosszú hónapok voltak mögöttem, amikor én ezt mondtam. És azt tudni kell, hogy minden sportolónak vannak hullámvölgyei. Azt gondolom, én most pont az olimpia előtt kerültem egy ilyen hullámvölgybe, amit nem is értettem, hogy ez hogy lehetséges, hogy lehet az, hogy én egy olimpia előtt ilyeneken gondolkozok. Valószínűleg ez a nagy nyomás és a nagy stressz, ami rajtam volt, és ez így jött ki valahogy rajtam. És tényleg nagyon kemény hónapok voltak, és azt éreztem, hogy elfáradtam. Viszont én ahogy beléptem az olimpiai faluba, ez a sok negatív, rossz gondolat, ez így, mintha egy hátizsákba lett volna, és azt a hátizsákot kívül hagytam volna a falun kívül, és már az elejétől kezdve azt éreztem, hogy jó, hát ezek csak akkor épp buta gondolatok voltak, de még ott sem tudtam, hogy mi lesz, viszont most már bátran és teljesen magabiztosan ki tudom jelenteni, hogy erről szó sincsen, hogy én esetleg abba hagynám, sőt már azt is biztosan és most magabiztosan és bátran ki tudom jelenteni, hogy a következő távlati célom az 2028-ban a Los Angeles-i olimpia, hiszen nekem ez egy akkora élmény volt, amit nagyon szeretnék én még egyszer átélni a jövőben. Hány olimpia lehet még benne a te boxolói karrieredbe? A lányok elég sokáig el tudnak boxolni, ugye? Ha jól tudom. Ez egy nehéz kérdés, hogy egyrészt azért, mert bízom abban, hogy olimpiai sportág lesz az ökölvívás még 2028-ban, vagy akár még utána is. 23 éves vagyok, nagyon fiatal vagyok. Az, hogy 2028-ban én ott leszek az olimpián, nyilván ez attól függ, hogy sikerül-e kijutnom, vagy bármi, de mindenképp ez a cél, és én ott szeretnék lenni, és hiszem, hogy ott is leszek. Aztán, hogy utána 4 év múlva megint, nem is tudom pontosan, akkor hol lesz talán. Sydney-be talán. Igen, valami ilyesmi. De hogy akkor ott lehetek-e még. Egyébként az életkoromat tekintve simán, tehát hogy most vagyok 23, akkor 27 leszek, amikor a következő olimpia lesz. De az még nagyon-nagyon távlat, tehát az 8 év múlva van, az még nagyon messze van. Erre majd megint talán a Los Angeles-i olimpia után fogok visszatérni, hogy lehet ott is ugyanazt fogom érezni, amit most éreztem, de most mindenképp azt mondom, hogy még egy olimpia az biztosan a 100%. Szóval hajrá, neki toljuk, Luca. Így van, így van. Köszönöm szépen, hogy ezt elmesélted nekünk, meg az érzéseidet, amit közben átéltél. Igen, azt gondolom, hogy egy ilyen esemény után az ember felnőttebb lesz annál. Az biztos. Amilyen az volt. Biztos, igen. Hát sok sikert neked, Luca. Nagyon szépen köszönöm. Jó nyaralást. És a lehetőséget is, hogy itt lettem. Jó nyaralást, és köszönöm, a többit meglátjuk. És aztán Lucát elnézve meg eloszlathattunk egy tévhitet arról, hogy egy sport mennyire határozza meg egy ember külsejét. Így van. Nem ettől függ. Így van. Köszi, Luca. Köszönöm sok sikert. Szépen.